Hát tulajdonképpen az ő tevékenységét, az ő munkáit azt már korábbról ismertem, mint hogy személyesen találkoztunk volna, mert ismertem a galántai könyvet, amikor valamikor a 90-es évek elején, ami megjelent, ami ez a Pernecki Géza írta az előszót, illetőleg olvastam, illetve meg is volt nekem a Szkárosi Endre és a Galántainak a közös könyve, a szellőző művek. Tehát egy csomó dolgot voltak éppen tudtam róla. És a 90-es évek végén, amikor elkezdtem valamilyen szinten foglalkozni a magyar neoavangárnak a történetével, akkor merült föl, hogy lehetne kutatni az Art Poolba, és voltak éppen akkor ismertem meg személyesen. Hát a hozzáfűződő emlékeim azok, hát amit mindenképpen fontosnak tartok elmondani, hogy rendkívül pozitívak, tehát egy olyas valakinek tartom, akit szeretek, valóban tisztelek, és sok szempontból hát valóban csodálok, tehát egy különleges embernek tartom őt. Na most az Art Poolban végzett munka, ami hát ugye maga a lehetőség is, meg az egész intézmény sok szempontból ő hozzá kötődik. Az Art Poolban végzett munka számomra egyrészt valamilyen szinten ismerős volt, mert dolgoztam 2 évig egy levéltárba, tehát az egy történeti archívum, egy nagy levéltárnak a működési rendjét, vagy annak a hangulatát tulajdonképpen ismertem. Ehhez képest persze az Art Pool az egy teljesen más világ, más a gyűjtőköre, más a hangulata, és Galántai Gyurihoz visszatérve, ami számomra nagyon fontos, hogy az Art Poolnak a hangulatát, vagy az ott végzett munkának a légkörét nagyon meghatározza az ő tényleges jelenléte. Tehát az nekem nagyon sokat számít, hogy nincs mindig ott a kutatóba, vagy igazából elég ritkán jön elő a szobájából, de hogy az mindig egy nagyon jó érzés, és nagyon lelkesítő, hogyha oda jön a kutatónak az asztalához, vagy adott esetben az én asztalomhoz, és megkérdezi, hogy mit csinálok, vagy akkor ahhoz hozzáfűzze, mond egy pár mondatot, vagy valamilyen történetet felidéz, hogy ezek nagyon jó és értékes pillanatok. Még valamit? Majd ez? Még a levéltárhoz fűződően olyan dolgok jutottak eszembe, hogy a hagyományos levéltár, a történeti levéltár, arra azt szokták mondani, hogy az a holtadatnak a birodalma lényegében, tehát a dokumentumok, vagy az iratdobozok, azok olyanok, mint a féle koporsók, amikben valójában hát absztrakt adatok rejlenek, amiben a történész munkája visz bele az életet. Na most az Art Poolban őrzött dokumentumok azért mások, mert ott valójában minden iratdoboz, minden gyűjtőkör eleve egy teljes vagy valamiféle töredékes életet rejt magába. Egyrészt művészeknek az életét, művészeknek a karrierjét, vagy annak valamely szakaszát, másrészt pedig olyan értelemben is az életet, hogy a legtöbb az Art Pool gyűjtőkörében eső alkotás, műalkotás az az életnek és a művészetnek valamiféle azonosságán alapszik. Tehát ilyen szempontból egy Art Poolos iratdobozt kinyitni, az nem egy olyan pillanat, mint a történeti levéltárba, tehát ahol egy kicsit olyan, mint amikor a régész felnyitja a sírkamrát és találkozik a valamikori halott múlttal, hanem hát egy ilyen, hát más, tehát valamilyen állandó jelenléttel, egy folyamatosan élő vagy lélegző dologgal találkozik az Art Poolnak a kutatója, tehát lényegében közvetlenül a műalkotásokkal, közvetlenül a művészettel.
ez persze lehet, hogy csak én látom így, tehát lehet, hogy ebből nem lehet messze menő általánosításokat levonni, de számomra ez a tapasztalat fogalmazódott meg. De kicsit sarkítva én úgy is látom őt, mint egy, hát mint művészt természetesen, ugyanakkor nagyon érdekes látni egy művészt, egy képzőművészt, egy ilyen idézőjelbe téve, egy ilyen levéltáros szerepbe, aminek szintén megvan a maga hangulata, a maga varázsa. Talán itt ez valóban a legjobb kifejezés.